A Budapestet Belgráddal összekötő vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása miatt február 1-től Délegyháza és Kelebia között vágányzár lesz, és a vonatok csak Budapest és Délegyháza között közlekednek. Milyen munkálatokat végeznek most ezen a szakaszon? Ez egy újabb szakasza ennek a felújításnak, ami várhatóan 2025-ig fog tartani. Tehát a Budapest-Kunszentmiklós, Tas, Kiskörös, Kiskunhalas, Kelebia vasútvonal, ami jelenleg egyvágányú, 40-60-80 km/órás sebességgel lehet járni rajta, ami nagyon szűkös kapacitást tesz lehetővé például a tehervonatok közlekedése számára. És a felújításnál nem csak, hogy több mint 140 km-en 160 km/órás lesz az engedélyezett sebesség, de ezen felül két vágányú is lesz a pálya, tehát 339 kilométernyi új pálya, új vágányok épülnek, ami azt jelenti, hogy például a személyszállító vonatok sokkal kisebb, kevesebb menetidővel fognak tudni közlekedni, akár Budapest elővárosában, akár a távolsági vonatok Kiskörösig, vagy akár nemzetközi viszonylatban Belgrád felé, és a teherszállító vonatoknak pedig lesz kapacitása, sokkal több teherszállító vonat fog tudni leközlekedni, ami ugye mindannyiunknak fontos, mert hogy folyamatosan csökkenteni kell erőteljes mértékben a szén-dioxid kibocsátást, amit ugye nagy részben a közlekedés ad, közúti közlekedés. Hány utast érint február 1-től érvényes vágányzár, van erről bármi adatuk? Igen, ez a Délegyháza alatti szakaszon fog ugye életbe lépni ez a vágányzár, és ez körülbelül a teljes vasútvonal utazóinak a negyedét érinti, havonta körülbelül 50 ezer ember, de sokkal többen vannak azok, akik ezen a vasútvonalon Délegyháza és Budapest között közlekednek, őket ez egyelőre nem érinti. És magát a mi Kiskörös térségünkben élőket hogyan érinti maga a vágányzár? Kiskörös érintettségében biztosított lesz az eljutás, akár Budapest felé, akár Kiskunhalas, Kelebia felé. Én két nagyon-nagyon könnyen megjegyezhető és könnyen betartható lehetőséget ajánlok. Az egyik az az, hogy Kiskunhalas vasútállomásról Kiskörösön át Kecskemétig fognak közlekedni vonatpótlóautóbuszok, ugye ezek a vonatpótlóautóbuszok megállnak Pirtonsoltvártkerten is, ott a térségben is ez valószínűleg fontos lehet. És ezek az autóbuszjáratok csatlakoznak a főváros irányába, illetve Szeged felé közlekedő intercity vonatokhoz. Ugye ezek az vonatpótlóbuszok, ezek Kiskörösen és Kecskeméten a vasútállomáson állnak meg, és két óránként közlekednek, és ahogy mondtam, az intercity vonatok indulási idejéhez igazodnak. Kecskemét felé Kiskörösről minden páratlan óra 28 percében, és Kiskunhalás felé, tehát az ellenkező irányba pedig minden páros óra 30 perckor fognak indulni ezek a buszok. Ezeknek a járatoknak a menetideje Kiskörös és Kecskemét között körülbelül 70 perc lesz, és hogyha mi érkezünk Kecskemétre, akkor pedig 10 perc áll majd rendelkezésünkre ahhoz, hogy átszálljunk a budapesti vagy akár a szegedi intercity vonatokra, tehát ez elegendő időt jelent. Ennek az eredményeként Kiskörös és Budapest nyugati pályaudvar között már, hogy az lesz a legjellemzőbb útirány, körülbelül 2 óra 37-38 perc alatt lesz, tehát ennyi lesz a menetidő. Ezen kívül még egy, talán még egy egyszerűbb lehetőség is a rendelkezésére áll a kiskörösi utazóknak, mert hogy 10 új járatpár fog közlekedni naponta. Ezek volánbusz járatok lesznek, ez az 1115-ös számú volánbusz járat. Ezek Kiskunhalas, Pirtonsoltvártkert, Kiskörös, Tabdi, Csengő, Solcentimre, Szabadszállás, Kunszentmiklós, Apel Kiskunlátháza és Budapest Népliget viszonylatban közlekednek, két óránként. Tehát, hogyha valaki nem szeretne átszállni, akkor erre egyszerűen felszáll Kiskörösen, és le tud szállni Budapest Népligetben. Kiskörösen a Városházánál, és Kiskörös vasútállomáson is fel, illetve le lehet szállni ezekről a buszokról. És ha jól értettem, akkor a menetjegyet azt a vasútállomásokon meg tudják vásárolni azok, akik vonatpótlóbuszokkal közlekednek tovább.
Így van, a vonatpótló buszok érintettségében a vasúti pénztárak, a MÁV applikáció, az internetes jegyvásárlási lehetőség, az automaták is rendelkezésre állnak. És nagyon fontos információ az, hogy már, hogyha megvásároltuk a bérletünket, ami még február 1-e után is tart, úgy nyilván erről a viszonylatról beszélünk, erről a például kiskörös Budapest viszonylatról, akkor nyugodtan használjuk fel az érvénytartamán belül, tehát ezt el fogják fogadni a vonatpótlóbuszon, illetve a volánbuszjáratokon is, és nyilván február 1-e után pedig majd azt szerint is ott kell menetjegyet vagy bérletet váltanunk, ahol utazni szeretnénk. Tehát, hogyha a volánbuszjáratot választjuk, akkor a volánbuszpénztárakban, vagy pedig nekik is van ugye egy applikációjuk, internetes elérési lehetőség, vásárlási lehetőség, vagy hogyha a vonatpótlóbusztal és a vonattal, ugye az Intercity-kkel, akkor pedig nyilván, ahogy eddig is a vasúti egypénztárakban az automatáknál, illetve az applikáció az online felület segítségével. Egyetlen gyors kérdésem lenne még. Meddig lesz érvényben a vágányzár, és ennek feloldása után visszaáll majd az eddig megszokott vonatközlekedés? Nem fog visszaállni. Ez április 30-áig van így ebben a formában meghirdetve. Valószínűleg, de ezt még tényleg csak valószínűsíteni lehet, hogy utána lesznek változások. De kiskörös érintettségében nem várható változás, tehát ott továbbra is ugyanezek a volánbuszos járatok fognak közlekedni, és ugyanígy lehetőség lesz majd a vonatpótló autóbuszokkal Kecskemét felé csatlakozni az Intercity-hez. Tehát annak ellenére, hogy április 30-ig van ez most egyelőre meghirdetve, nem várható kifejezetten kiskörös érintettségében változás. Rendben, bármi, amit esetleg elfelejtettem megkérdezni, és el szeretném mondani. Ha esetleg érdekes lehet az, hogy mi lesz kiskörösen új állomásépület, új gyalogos aluljáró. Természetesen, ez nagyon fontos. Milyen új változások várhatóak itt kiskörösen? Mondhatjuk azt, hogy kiskörös az egyik nyertese lesz ennek a felújításnak, mert hogy a mostani állomásépület helyett egy új állomásépület lesz kiskörösen. Új gyalogos aluljárókat is létrehoznak a szakemberek, új lifteket telepítenek kiskörösen, és a már meglévő P+R parkolóhoz még 20 darab új P+R, illetve 40 darab új B+R parkoló létesül, ugye, ami a kerékpárosoknak fontos.